Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán! Hogy vagytok, fiúk, lányok? Remélem, hogy jól, és örömmel várjátok a mai bontogatásos videómat, ami nem lesz más, mint a Lush kalendáriuma, ami akkora, hogy alig fér bele a képernyőbe. Ez egy iszonyatosan nehéz és különleges csomagolású darab. Annak ellenére, hogy tényleg 12 valami van benne, tényleg nagyon nehéz, a három közül a legnehezebb, amit ebben a hónapban kinyitottam, és hát ez a doboz, ez valami hihetetlenül gyönyörű, tehát így mutatom közelről, hogy mennyire részletgazdag, mennyire különleges, és itt az oldalán is futnak végig a kis figurák. Hát nekem a diótörő jutott róla eszembe elsőnek, de aztán bármi egyéb is lehet. Minden esetre nagyon különleges, és ezt a dobozt biztos, hogy meg fogom tartani, mármint ha lesz rá lehetőség, és nem kell szétszakítanom úgy, mint a többit. Hát ez hamarosan kiderült, ugye a mai napon ezzel fogunk megismerkedni. Figyelem, hogyha nem szeretnéd megtudni, hogy mi van benne, akkor ez a videó neked itt most véget ért, de hogyha kíváncsi vagy arra, hogy mi az a 12 dolog, amit ez az óriási kalendárium tartalmaz, akkor maradj velem és nézzük meg együtt. Ami biztos, hogy itt hátul kell ezt a lila szalagot elszakítani. Igen, biztos, hogy ezt a lila szalagot kell elszakítani. Vagyis remélem. Aztán kiderül, hogy ezzel tönkretettem az egészet. Hát mindjárt kiderül. Tiri-ti-ti! Lush Christmas! Hashtag Lush Christmas! Igen, tehát akkor így meg tudtuk menteni a tetőt már biztosan, mert hogy ez így szépen lejött, és amit látok a kibontás után, az ez. Egyrészt itt vannak benne a termékek név szerint, és egy rakatnyi kis habszivacs, amire nem lesz szükségem. Viszont OMG! Hát ez a kalendárium, ez nem is igazi kalendárium. Ez inkább csak egy karácsonyi box, mert hogy itt nincsenek ablakok, itt nincsen számozás, itt csak maguk a termékek vannak. Ez érdekes. Akkor koncepciómódosítás, ez nem adventi kalendárium lesz, hanem valami más. Minden esetre ezektől a fehérektől itt meg kéne most szabadulnom, úgyhogy átpakolom a tetőbe, és aztán megismerjük a termékeket. Többségében sikerült megszabadulnom tehát a fehér ízéktől, és 6 fak van itt, mindegyikben különböző termék, úgyhogy akkor haladjunk sorba, és szerintem kezdjük így ebben az irányban, tehát ez lesz az első kis fak, amelynek a termékeivel megismerkedünk, és hát mindenképpen használnom kell ezt a leírást, hiszen csak néhánynak tudom így kapásból a nevét, a legtöbbet azt nekem is innen kell majd megismernem. Az első kis termék az ő lenne, ami úgy néz ki, mint egy nagyon finom habos sütemény, és legszívesebben bele is harapnék, ha nem tudnám, hogy ez egyébként egy fürdőtermék. És ennek a becses neve a Paddy Holly, egy habfürdőről van szó, méghozzá egy Bubbleroon habfürdő. Bubbleroon. Lehet, hogy a videó végére letüdőzök néhány csillámport, de ez így akaratlanul lástermék mellékhatás, mert hogy így minden csillog. Pár évvel ezelőtt volt szerencsém ellátogatni a Lush gyárba, ahol a termékek készülnek, és mindig, amikor ilyen komplexebb kinézetű termékkel találkozom, akkor így akaratlanul is elképzelem, hogy na, akkor ezt hogyan is készítették? És ugye mindig föntről mennek úgymond lefele, tehát először került bele a kis formába az a három pötty, aztán ez a világos lime színű dekor, aztán jött ez, tehát hogy így visszafele rétegezve készültek ezek, és így mindig így elmélázom rajta ilyenkor, hogy így aha, ezzel is sokat melózhattak, mire ezt így összehozták, és már az ezüst csillámok megjelentek rajtam. Na tehát ez itt egy habfürdő, a lakótársa pedig egy brutális ezüst csillag, puha. Igen, egy kicsit olyan puha állagú, valami extrémen durván ontja magából a csillámokat, és ez pedig egy szilárd fürdőolaj.
Szilárd fürdőolaj. Wow! Az ő neve pedig Starlight Star Bright. Ennek nagyon sütemény illata van. Annak ellenére, hogy egyébként, ahogy itt nézem, olívaolaj, levendulaolaj van benne, illetve mandulaolaj. Nem. Ez még csak a második. Nem lehetek már most hilámos. Túl késő! Illatra, ha megszagolom, akkor valóban érzem a levendulát, de mellette még egy ilyen gyömbéres sütemény illatot is érzek. Citrommal. Térjünk rá a következő fakra, ami pedig ez lesz, és itt a legelső termék egy régi ismerős, a Snow Fairy tusfürdő, ami egy ikonikus és mondhatni sláger terméke a Lushnak ilyenkor karácsony környékén, de egyébként egész évben is szerintem az emberek imádnák. Rágógumi inkább, amit az emberek imádnak, és én is imádok, szóval a népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, mert tényleg isteni. Aztán a társa az egy télapó, azt hittem, hogy letörtem a bojtot, de nincs bojt. Ő egyébként nem is télapó, hanem ő egy elf, ha már itt tartunk. Naughty Elf a neve, és ő egy habfürdő. Ugye, hogy inkább télapó kinézete van? Mármint bele lehet magyarázni itt az elfséget is, egyébként egy elf szakértővel van dolgotok, de hogy nekem ő inkább télapó. Na de mindegy, nem fogunk ezen összeveszni. Azt szeretem a habfürdőkben, hogy tényleg működik az, hogy csak kis darabokat törsz le belőle, amit aztán elmorzsolsz a folyóvíz alatt, és egy ilyen tényleg nagyon sokáig elég tud lenni, hogyha ügyesen, okosan beosztod a dolgokat. A harmadik termék ebben a kis fakban, az pedig egy tusfürdő szintén, aminek Cinders a neve, ilyen narancssárgán néz ki, és egyébként aki már ismeri a Lush termékeket, az tudja, de aki még nem, annak most elmondom, hogy minden ilyen termékem, ami nem így néz ki, azzal rajta van, hogy ki készítette el, és ezt a terméket Dado készítette, a Snow Fairy-t is Dado készítette. Ez sütőtök illatú, varázsú dolog lesz, ahogy itt látom. Na várjunk, itt most nem érzem, mert túl sok az egyéb illat innen lentről, és nem igazán érzem ezt a sütőtök feelinget. Mandulát érzek, marcipán illatot inkább, pontosítok. Na minden esetre tényleg úgy néz ki, mintha egy sütőtök püré akarna kifolyni innen. Fekete magocskákat is nem, ezt csak beleképzelem, nincsenek itt fekete magok. És akkor jön az első sor utolsó fakja. Ebben van először is egy fehér maci, ami szintén hasonló illatú, mint a Snow Fairy, ilyen rágó illata van, ilyen cukorka, rágó, édes illat, és ő egy fürdőbomba, aminek az a neve, hogy Butter Bear. És ebben a fürdőbombában van ylang-ylang, illetve organikus kakaóvaj. És ilyen kis foltocskák vannak rajta, lehet, hogy ez lehet a... Nem tudom, micsoda. De ilyen textúrát ad a macinak, szóval vannak benne ilyen kis dolgok. Ez micsoda? Pár fehér kis izéka rátapadt. Ettől megpróbálom megszabadítani. Ez egy körte! Igen, ez egy körte, kérem szépen. Egy fura textúrájú körte, olyan, mintha ilyen bársonyborítást kapott volna. Nagyon érdekes. Na, nézzük, hogy ő micsoda. Az ő neve az, hogy Golden Pear, és ő egy szappan. Aha, akkor ezért lehet ez a bársonyosabb, kicsit mattabb, kicsit szilárdabb külső. Nem ez a tipikus csilli-villi, hanem igen, ez más, teljesen érzetre más. Fahéj, narancs, mandulaolaj van benne, aztán sandalwood olaj, OMG. Ez egy nekem való szappan, mert pont olyan illatkombinációja van, amit én kedvelek, és ez a megint, hogy beleharapnék. De azzal nagy bajt tennék magamnak. Szóval igen, így néz ki tehát ez a körte szappan. És akkor rá is térhetünk az alsó sorra, aminek az első eleme ez a
pink színű valami, egy hópehely motívumban a tetején, és ő egy fürdőbomba, aminek az a neve, hogy Christmas, nem, az a neve, hogy Cherry Christmas, igen. Cherry Christmas to you. Na jó, ez gáz volt. Hagyjuk a leírást, hagyatkozzunk az érzékszerveinkre. Tehát, valóban ez a cseresznye illat egy kis citromosság mellett, amit én érzékelek, kellemes. És kifejezetten jó pofa benne ez a motívum itt a közepén, ami teljesen más hatást ad így kamerán keresztül, mint így élőben, ilyen nagyon ilyen 3D, ott meg ilyen hópehely, nem tudom, ilyen különböző. Vagy ha kicsit távolra viszem, aha, akkor így is jön olyan. Ó, egyébként a napfény a barátunk megérkezett, úgyhogy hála égnek ma is egy napos időnk van, emiatt tudok videót rögzíteni. Igen, néha már ilyen alap dolgoknak is örül az ember. Tehát ő a mi kis habfürdőnk, aztán a következő az egy tégelyes valami. Méghozzá egy testkondicionáló, és az a neve, hogy Bucks Fizz. És ezt is Dadó készítette. Hallod, Dadó, te egy nagyon produktív műszakot csináltál végig, hogy ezen is a te neved van. Na szóval, mit lehet erről tudni? Grapefruit, narancs és lime ízesítésben, azaz illat ízesítésben számíthatunk itt egy olyan testápolóra végül is, ami kondicionál minket egy kicsit, és ilyen narancssárgásan néz ki. Arany, aranyporral. És valóban a grapefruitot nagyon lehet érezni. Egy ilyen fejbe kólintó, citromos, citrusos, frissítő illatról van szó. A középső részben egyrészt van egy számomra régi, jó ismerős, méghozzá ez az óriási, igazából egy masnis dobozt formáló fürdőbomba, aminek Golden Wonder a neve. Hát ez egy igazi badass tömb, fürdőbomba tömb. Mit lehet róla elmondani azon túl, hogy tényleg brutálisan csillámos fürdővizet kreál, és fantasztikus habokat és illatokat, hogy szép. Ez a furcsa formájú valamicske, ez úgy adja magát. Kicsit puha, és félek, hogy itt mindjárt lefoszlanak róla ilyen darabok, úgyhogy megpróbálok így óvatosan játszadozni itt vele. Szóval így néz ki ez a valami, amit még életemben nem láttam. Ő egy habfürdő, és nagyon fura neve van. Jognog Jul Log. Nekem ez nem mond semmit, lehet, hogy nektek igen, lehet, hogy ez valami játékos, angol kifejezés átferdítése, nem tudom, nekem ez így ismeretlen. Ennek fura illata van. Hát elsőre így nem igazán tetszik. Mi lehet ez a furcsaság? Van benne valami, amit az orrom nem kedvel. Aha! Szója joghurt. Szója tej, powder, meg ilyesmi. Lehet, hogy ennek az illata, mert hogy alapból meg ilyen fahi, meg szerecsendió, meg ilyesmik vannak benne, amiket pedig imádok, szóval nem tudom, de van benne ott egy ilyen háttér illatban valami, ami annyira nem ízlik, de hát egy habfürdőről van szó, úgyhogy ezt igazából akkor lehet megtudni, hogyha belemorzsoltad a vizetbe. És az utolsó termék ebben a karácsonyi dobozkában pedig egy régi ismerős, a Shoot for the Stars nevű fürdőbomba. Na most ezt felismerni nem lehet eltéveszteni, mert hogy arany kis csillagok vannak benne, ami szerintem nagyon egyedien néz ki, és igen, ő egy, szintén egy nagyon különleges darab, aminél az arany csillagok természetesen ontják magukból az arany csillámport is. Nos, hát ha valaha is kíváncsiak voltatok arra, hogy mit rejthet ez a óriási karácsonyi lásdoboz, akkor most már tudjátok a tartalmát, illetve megismerkedhettünk 12 érdekes termékkel, amiből nekem több kedvencem is van, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jól sikerült doboz. Mivel az egész videót ilyen hátranyalt hajjal vettem fel, azért megmutatnám így a végére, hogy így van hajam is már, milyen hosszú. Na, ez lényegtelen igazából a videó szempontjából, de mivel az elköszönésnél tartok, valójában bármiről beszélhetek. A doboz tartalmát ugye megismertük, felfedeztük, és hát ugye kiürült, szóval a lásos mondandóm,
az itt be is fejeződött. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok a termékekről. Úgy unblock. Volt-e nagy kedvencetek benne? Vagy többségében inkább olyan, amit nem ismertek? Nagyon szívesen olvasnám a véleményeteket, és a következő videóig minden jót kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, és természetesen tessék pezsegni. Szóval hamarosan találkozunk, minden jót. Sziasztok!